óriási bejelentés érkezett, még mindig hisz a szerelemben Cicci Olina, 67, sőt az egykori szexikon már magyar férfiban keresi az igazit. Stoller Ilona a vasárnapi Blikknek elárulta, hogy ugyan rengeteg alkalommal csalódott a férfiakban, még mindig. Él benne a remény, hogy rátalál egy igazi, romantikus lelkű férfira, aki társa lehetne az életben. Olaszországban már rengeteg kudarc érte, ezért most arra jutott, talán mégis Magyarországon fedezi fel az ő szőke hercegét. Az a helyzet, hogy ma már inkább a minőség számít, nem pedig a mennyiség, magyarázta hamiskás mosolyjal az arcán Cicci Olina. Szeretnék végre egy olyan férfit, aki viszont tud szeretni, és meg is bízhatok benne. Ugyanez érvényes az ágyban is. Szeretnék beleszeretni egy férfiba, úgy igazán olyan valaki kell, aki valóban képes feltüzelni, és most úgy látom, vissza kell térnem Magyarországra, ha ilyen férfit akarok. Ilona ugyanis úgy érzi, elég volt a könnyű kalandokból, komoly kapcsolatra vágyik. Nagyon fontos a szenvedély és az őszinteség. Már nem vagyok csitri, elegem van a könnyű kalandokból, jelentette ki az egykori szexikon, aki azt is elárulta, nemrég még őrülten szerelmes volt, azonban olasz párja csúnyán becsapta, amit azóta sem tud megemészteni. Három éve találkoztam egy olasz mérnökkel, körülbelül 45 éves lehetett, csodás férfinak tűnt. Belé is szerettem, de kiderült, van felesége. Azt hittem, végre megtaláltam az igazit. Ilona a nagy csalódás ellenére nem adja fel a dolgot, hisz a szerelemben és abban is, hogy még rálelhet az igazira. Szerelmi kalandjait és erotikától fűtött történeteit pedig könyvként szeretné kiadni. Benne lesz minden, ami én vagyok, igazi történelemkönyv, amelyben a szextől kezdve a pszichológián át minden megtalálható majd. Valódi, esszenciális Cicci Olina, ígérte Ilona. Háromszor házasodott Cicci Olina, alig 18 évesen házasodott először, Budapesten ment hozzá a jóval idősebb Salvatore Martinihez. A násznak köszönhetően jutott olasz állampolgársághoz és hagyhatta el Magyarországot. Később elvált, és 1991-ben hozzáment Jeff Koons amerikai képzőművészhez. Kapcsolatukból született Ilona fia, Ludwig, de a házasság egy év után tönkrement, az ekkori szexidolnak gyakorlatilag vissza kellett szöknie Olaszországba. Évtizedes válási procedúra után 2009-ben nősülhetett harmadszor, ám az ügyvéd Luca Di Carlo sincs már mellette.